Mártíristen tisztelet. A holokauszt debreceni áldozataira emlékeztek ma a Pásti utcai ortodox zsinagógában. Diplomaosztó. 150 hallgató tett sikeres vizsgát és kapott oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Vénkerti foci fiesta. Második alkalommal rendezték meg a városrészi bajnokságot, de más programokkal is várták a családokat. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója a napszemle. Július 3-a vasárnap van, már is jövünk a hírekkel. A holokauszt debreceni áldozataira emlékeztek ma a Pásti utcai zsinagógában. 78 évvel ezelőtt a városból 12 ezer embert hurcoltak el haláltáborokba, közülük 6 ezeren soha nem tértek haza. Horovitz Tamás, a debreceni zsidóhit község elnöke az emlékezés fontosságára, Pap László polgármester pedig az összefogás jelentőségére hívta fel a figyelmet. Egy-egy szálvirággal köszöntötték a holokauszt túlélőket a Pásti utcai ortodox zsinagógában vasárnap délelőtt. Mártíristen tiszteleten emlékeztek meg a debreceni áldozatokról. 1944-ben ezekben a napokban indították el a városból a transportokat az Auschwitz-i haláltáborba, ahonnan 6000-en soha nem tértek haza. A megemlékezésen Horovitz Tamás, a debreceni zsidóhitközség elnöke hangsúlyozta, a jövő építése nem lehet sikeres a múlt ismerete nélkül, ezért is kell emlékezni. Sokszor felmerül a kérdés, kell-e emlékezni, kell-e beszélni a múltról, a borzalmakról? Természetesen a kérdés csak költői, mert a jelenünk és jövőnk építési okán megkerülhetetlen múltunk ismerete az emlékezés. A mártíristen tiszteleten részt vett Pap László is. A polgármester beszédében kiemelte, a múlt század tragédiái ellenére a hit megtartotta a helyi zsidó közösséget. Hozzátette, Debrecen olyan város, ahol békében élhetnek együtt a vallási felekezetek. Napjainkban minden itt élő felekezet és vallási közösség virágzó, gyarapodó egyházként él Debrecenben. Ma élni és fejlődni akarás jellemzi a helyi zsidóságot, és ennek támogatására erős összefogás jött létre a város és a helyi zsidó közösség között. Az esemény végén a holokauszt emlékfalnál gyászima hangzott el, majd közösen elhelyezték az emlékezés kavicsait a mártírok tiszteletére. Diplomaosztó ünnepi közgyűlést tartott a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szombaton. Több mint 150-en tettek sikeres záróvizsgát, és vehették át oklevelüket a nagy templomban. Barát Béla Levente, az intézmény rektora, beszédében az elhúzódó pandémia és a szomszédban zajló háború okozta nehézségek ellenére is eredményesnek értékelte az elmúlt év munkáját. Orgonaszóra vonult be a zsúfolásig megtelt nagy templomba a Debreceni Református Hittudományi Egyetem vezetése. A tanévzáró ünnepi istentisztelettel kezdődött. Püski Lajos lelkészi főjegyző ige hirdetésében megerősítette a végzősöket abban, hogy azok, akik hivatást választottak és most elindulnak az útjukon, nem lesznek egyedül, az Úr mellettük áll. Fontosak vagyunk az Úrnak, bár nélkülünk is elvégezhetné a maga munkáját, de ő neki így tetszett, hogy ránk bízta az evangéliumot, a békéltetés szolgálatát. Nagy bátorítás és nagy elkötelezés ez. Az egyetem rektora tanévzáró beszédében úgy fogalmazott, hálaadással tekintenek vissza a lelkész és hitoktató, valamint a tanító és felnőtt képzés terén elvégzett munkára, ami eredményes volt. Barát Béla Levente hozzátette, nem volt könnyű évük, hiszen az elhúzódó pandémia megnehezítette az oktatást, de az orosz-ukrán háború is közvetlen hatással volt az intézményre a kárpátaljai hallgatókon keresztül. Abban bízom, hogy a mögöttünk lévő évek rendkívüli eseményei a távolsági oktatás nyilvánvaló nehézségei ellenére is sikerült Önök számára továbbadnunk intézményünknek ezt a múlt értékeit megbecsülő, de ezzel együtt folyamatos megújulásra ösztönző, tágas teret adó örökségét. A végzős hallgatók nevében Kotán Beatrix búcsúzott, aki azt hangsúlyozta, hogy hitükben megerősödve hagyják el az intézményt. A búcsú egy nemes feladat. Fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egy szakaszát elhatárolja a többitől. A bezáruló ajtótól azonban nem szabad megijedni. Tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen sikeres záróvizsgát tett és oklevelet kapott hitéleti szakon 31, tanítói szakon 61, a felnőtt képzésben pedig 74 hallgató.
Jó hangulatú családi napot tartottak szombaton a Vénkerti városrészben. A tavaly hagyományteremtő céllal életre hívott Vénkerti foci fiesta ismét osztatlan sikert aratott a környéken élők körében. A sportoláson kívül idén is rengeteg kísérő program tette színesebbé a rendezvényt. A tikkasztó hőség ellenére sokan húztak sportcipőt és játszottak gólgazdag mérkőzéseket a Vénkerti foci fiesztán szombat délelőtt. A labdarúgó tornára idén 3 gyermek és 3 felnőtt csapat nevezett. A Drink Team nevű együttes az előző évben is indult a kupán, a játékosok pedig úgy döntöttek, idén sem hagyják ki a családi napot. A szervező megkeresett, hogy ugye tavaly is részt vettünk ezen a rendezvényen, és van-e kedvünk esetleg újra részt venni, mivel van egy másfél éves kisgyerekem, ezért úgymond a családi program nevében úgy gondoltuk, hogy megint indulunk a srácokkal. A második alkalommal megrendezett eseményen a szervezők számos programmal várták a környékbelieket a labdarúgó tornán kívül is. Népszerű volt az ugrálóvár, csak úgy, mint az ügyességi feladatok, az arcfestés vagy a zumba bemutató. Nagy igény mutatkozik a közösségi programokra, mind a idősebb, mind pedig a fiatalabb korosztály részéről. Nagyon sok kisgyermekes család érkezik a rendezvényeinkre. A Vénkerti foci fiesztán részt vett Barcsa Lajos, aki a torna kezdőrugását is elvégezte. Az alpolgármester köszöntő beszédében a közösségépítés jelentőségét hangsúlyozta. Pontosan ezért vágtunk bele annak idején a Vénkerti közterületi fejlesztésekbe, hogy olyan közterületeket tudjunk alkotni, amelyek közösségi élet alkotására alkalmasak, és mind a Borsos Villa, mind itt a mellette lévő sportpályák tökéletesen alkalmasak arra, hogy egy-egy közösség létrejöjjön, barátságok szülessenek, és hát egy-egy jó meccset játszanak itt a csapatok egymással. A tavaly útjára indított fiesta a tervek szerint a jövőben is meghatározó eseménye lesz a Vénkertnek. Több ezeren látogattak el hétvégén, és kóstolták meg a különleges fogásokat a 6. alkalommal megrendezett Debreciner Gourmet Fesztiválon a parkerdőben. A fesztivál tematikája is az erdő volt ebben az évben. 30 étterem, összesen 90 fogást készített vadhúsok, illetve erdei gombák, gyümölcsök és fűszerek felhasználásával. A szervezők célja, hogy népszerűsítsék a jó minőségű alapanyagokat és a vidéki éttermi kultúrát. A fesztiválon a finom ételek mellett koncertek és bemutatók is várták az érdeklődőket. Napelempark épült Debrecenben, elindult a nyári gyermekfelügyelet, és új korszak kezdődött a Lokinál. A hét fontosabb hírei következnek néhány mondatban. Hatalmas napelempark épül a repülőtér mellett, az erőmű alapkövét csütörtökön tették le. Az 52 hektáros területen fekvő napelempark a déli gazdasági övezet működését teszi majd fenntarthatóbbá. A beruházás több mint 11 milliárd forintba kerül, és várhatóan 2022 utolsó negyedévében el is kezdi a termelést. Elindult a nyári gyermekfelügyelet a városban, egészen augusztus 19-éig fogadják a debreceni iskolásokat az önkormányzat napközis táborában. A heti 5 napos programdús iskolaszüneti lehetőségre még lehet jelentkezni a Gyermekvédelmi Intézmény honlapján. Új korszak kezdődött a DVSC labdarúgó csapatánál, a több külföldi együttesben részvényes Noah csoport befektetett a klubba és vállalta a Loki finanszírozását a következő 3 évre. Pap László polgármester azt mondta, a folyamatos fejlődés érdekében új befektetőket kellett keresni. Az új vezetőedző João Janeiro lesz, Dzsuzsák Balázs pedig marad a DVSC játékosa. Idén is fogadta az érettségizett diákokat az Aquaticum Debrecen strand. A várostól kapták ajándékként az egész napos ingyenes fürdőzést, és a lehetőséggel csaknem 2000-en éltek. Az elmúlt 2 évben így köszönték meg a végzős középiskolásoknak a járvány alatti helytállást, és kárpótolták őket az elmaradt programokért, de a pandémia elmúltával is folytatódik az érettségi utáni strandolós élménynap hagyománya Debrecenben. Több mint 2 tonna halból főtt a hagyományos és a korhely halászlé szombaton Tiszacsegén. A városban 14. alkalommal rendezték meg a csegei halászlé ünnepét, amire több mint 10 000 látogató érkezett. A cél továbbra is az egészséges halételek népszerűsítése. Hatalmas üstökben főtt a halászlé több mint 10 000 liter. Csak halból több mint 2 tonna került a hagyományos vagy korhely halászlébe a csegei fesztiválon. De felhasználtak 500 liter tejfölt, 350 kiló hagymát, és elfogyott 400 kiló kenyér is. Folyamatosan főzzük ma reggel 2 óra óta, de lényegében véve csütörtök óta folyamatosan dolgozzuk fel az alapanyagot,
akár a halászlébetéthez, akár a hagymakucolástól kezdve, bármi, ami a konyhába ehhez kell, a halszeleteléshez. Ezt csütörtök óta reggeltől estig ezt csinálják a kollégák. Egész nap hosszú sorokban várakoztak a látogatók, türelmesnek kellett annak lennie, aki meg akarta kóstolni a finom halételeket. Nagyon finom, nagyon finom, nagyon ízletes, finom, úgyhogy mi is horgászok vagyunk, igaz, szoktunk afrikai harcsát is fogni, de ez felülmúlhatatlan, nagyon finom. A 14. csegei halászlé ünnepen senki nem maradt éhen. Az érdeklődés hatalmas volt, hiszen egy év kihagyás után rendezték meg újra a fesztivált. Nem csak mi vártuk, hanem a kedves vendégek is. Nagyon sok telefont kaptunk tavaly, de ugye a pandémiás időszak miatt az elmaradt. Az idén viszont meg lesz, és reméljük a harcsapaprikás fesztivál is szeptember első szombatján. A tiszacsegei gasztroprogramok legfontosabb célja továbbra is az egészséges halételek népszerűsítése. Kút, forrás, eredet. Ezek voltak a hívó szavai a hétvégi hajdúszoboszlói élményfestésnek. 13 fiatal alkotó dolgozott a fürdő előtti téren, így az arra járók is részesei lehettek a művek születésének. Harmadik alkalommal nyílt Hajdúszoboszlón műterem a téren, ahol műterem a téren. Az idei élményfestés résztvevői az EGRI és a Budapesti Képzőművészeti Egyetemekről érkeztek. Mielőtt munkához láttak volna, ellátogattak a Bocskai Múzeumba, hogy témákat gyűjtsenek. A múzeumnak a retro kiállítás része tetszett a legjobban, és ez is kapcsolódik ez a témához, mivel a gyerekkorom emlékeit szeretném megjeleníteni rajta, hogy a tükörképemen a kiskori képem látszik. A hajdúszoboszlói élményfestés nem csak a résztvevők, de a fürdőváros lakói és látogatói között is népszerű. Az arra járók megállhattak és megnézhették, hogyan is készül egy-egy mű. A programnak ez a legfontosabb célja, vagyis hogy közel vigye a műfajt az utcaemberéhez. A képzőművészeten belül a festészet, mint olyan, őt népszerűsítsük ezt a műfajt. Kevesek a galériák, kevesek a kiállítóterek aránylag, és hát ez a fajta megmutatkozás, ez nekik is egy lehetőség, illetve egy kihívás, és itt, hisz azért itt folyamatosan egy zaklatott helyzetben vannak. A készműveket akár meg is vásárolhatták az arra járók. A legtöbb festményt jótékonysági célra ajánlják fel, és Hajdúszoboszló városbálján árverezik el az alkotásokat. Híreink után a várható időjárásról. Hétfőn sem kell enyhülésre számítani, marad a hőség. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 20, napközben pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet. Önök a vasárnapi napszemlét látták. Riportjainkat a dehír.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobil applikációjával is elérhetik. Köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra!